De örülök, hogy eljöttek a beszélőkre. Mennyien vannak a szabadlábon, hála a jó Istennek. Hát akkor elkezdeném itt a börtön zenekarral együtt, azt mondja. Vácról jöttem, kérem szépen, négy mázsát, pient a vérem, azt se tudják, hogy ki vagyok én. Mafiába félig vagyok, zsarukkal is jóba vagyok, valamennyi doktorát legyél. Nem vallom be mesterségem, futtatom a feleségem, nem az égből lopom a kajám. A borosékkal jót piáló, bodrácskára fittyet hányok, Budapesten van az én hazám. Sötét az utca, kihalt a város, nem tudjuk melyik miniszter sáros. Sokat megvettünk, megvesztegettünk, ezért is csukott éjszakát. Hölgyeim és uraim, csak annyit akarok mondani. Mielőtt bemutatkozni kell, mondanám, miért vagyok itt és hogy ki vagyok én, ne csodálkozzanak, ha értek a közéleti dolgokhoz. Rögtön kiderül az önéletrajzomból, ugyanis az első adat, hogy nem loptam én életembe, kizárólag Debrecenbe, de loptam Ózdon, Pécset, Makón, Spécerről van ez az akó. A cipőm van Soroksárról, az oknim meg Kaposvárról, a kalapom nagy maglódi, s a nadrágom magyarodi. Mozdonyt loptam Fehérváron, olajkutat Dombóváron, kifosztva már tök és sasad, a TS is ketté hasad. Elloptam az Ébülbankot, 13 orosz tankot, loptam Túrot, Tejföld, Tejszint, se tüntetem Boris Jelcint. Elloptam én Bős Nagy Marost, Mari nénit a Nagy Farost, Budafokot, Bicskét, Háros, eltüntettem Lenin várost. Orenburgba is dolgoztam, ami mozgat, mind elhoztam. Oroszol mit, azt is, ezt is, szereztem egy Bukovestit. A kormánynak van sok esze, főnöknek vagyok jobb keze. Loptam nyugdíj, csíros állást, elloptam a rendszerváltást. Mert lopok egész életembe, vele nyúlok a te zsebedbe. Én vagyok a gonosz manó, a Kuba mellett tanácsadó. Egy kis operett dal a közbiztonságról. Londonban hely van számos utca, de a Rákóczi téren több sarok. Sötétedéskor halra járok, a félelemtől megijedek. Kevés a rendőr, nincsen őrhely, most belém rúgott egy ronda bőrfej. Rémülten tovább szaladok, ott várnak már bicskás arabok. Bodrácska hely, legény a talpán, a közbiztonságunk nagyszerű. A téren kurvák, betörés, rablás, a rendőr dolga oly egyszerű. A kukába nem merek benézni, hisz benne védel egy nyugdíjas néni. A másikban emberi darabok, a térről már ismert arabok. Már attól sem jövök én zavarva, ha előttem dugnak a zavarba. Bodrácska szerint nem nagy dolog, baj az csak, ha rosszul parkolok. Harminckettes határőr vagyok én, tüntetek a Kossuth térnek pont a közepén. Egyen ruhám, lila színű dressz, kezembe a röpcédulát palancsnokom tesz. Nem hagytam a Göncárpádot beszélni, hát elengedtek haza engem kefélni, mert poros lett a lila színű dressz. Recesen Magyarország enyém lesz. Jobbra át, jobbra át, jobbra át, jobbra át. Ennyi jobbra át, biztos bepörgünk a végén. 32 foggal harapok, azt csinálom mindig, amit parancsba kapok. Egyenruhám,
ruhám ma még zöldes fekete, de velem van a Potyka bácsi összes gyereke. Kivonulunk Pestet minden terére, s teszünk mi a rendőrségünk fejére. Mert barna lesz a lila színű dressz, recese Magyarország enyém lesz. Jobbra! A vize folyik csendesen. Elterelték szépen rendesen. Szomorúan mit látok a híd alatt? Mezitláb sétálnak a halak. Duna vize nagyon apályos. C-variáns nem túl szabályos. Mondja Mecsiár, mi ebben az értelem? Ha visszatartja egészségtelen. Mert száraz Duna nedves partján Lipták Béla koruttyol, hallgatja egy szlovák rendőr sísapkában Lumickol. Sejhaj, de nevél, a sok Duma sokat ér. Sejhaj, de nevél, a sok Duma sokat ér. Megittak vagy 20 hordósört, nem tudta hazamenni. A hágai bíróságon orvos kell majd fogadni. Sej, haj, de nevén, a sok Duma sokat ér. Sej, haj, kaszakő, a Dunát meg visszakő. Fordítani! Gyerekek, valósidalom! Bezárták a képállomást, fölmegyek Budapestre. Ne maradjon falun olyan, kinek ilyen jó a teste. Kipirosítom magamat, a faromat jó főhajtom. Jön egy szerecsen nagy herceg, a családomat abból tartom. Bezárták a gépállomást, a munka megnyista. Fölmegyek én Budapestre, ha nem köntraktorista. De hogy se tudtak mit kezdeni egy ilyen marha nagy darabbal. Hát szerelembe küllött esnem 17 arabbal. Nem rózsalevél, rosszul mondom, Antal Józsi levél, meg megint egy Antal levél, szomorú az ország. Antal levél, viszi a szél, de a választ nem hozza, mert az a helyzet. Ácsi, nem ír alá Árpi bácsi, Antal levél, viszi a szél, de visít már az ország! Feregnek a gyöngybetűk a hófehér papírot. Arra kérem Árpi bácsi, hogy nekem aláírjon. Cseréljen, elnök uram, én csak arra kérem. A tévét, a rádiót én könyörögve kérem. Válasz Antal Józsefnek. Hazudnak a gyöngybetűk a hófehér papírot. Kérem, Antal úr, hogy nekem sose írjon. A tévét, a rádiót, az hagyja békén, kérem. De ha úgy akarja, váltsa le a lehel hűtőgépen. Valamit az adóról, gyerekek, már én nékem beborult az ég. Ellopta a kocsimat a pink. Dehogy lovam a nyavajákat, a motoromat elvitt a végrehajtó. Súlyadó és kaszkó maradt nékem. Végül, édesanyja, nem életek katalizátor nékül.
mert büdös füstöt fújok én a nég. Lassajkú kis madárgó, szájhoz apám fejfajlaró. Kisebbség volt édesapám, hajkuráztak sok éjszaka. Ha egy bőrfejűt meglátott, a kőfalon is átalmázott. S mi lett a sok móka vége, hogy egy zsarútól érte. Apám mondta, szánom, bánom, aztán megosztoztak a zsákmányom. Még nagyobb kisebbség volt idesanyám, hajkuráztak sok éjszaka. Gúnyolták, mint etnikumot, hogy megissza a faszesztrumot. S mi lett a sok móka vége? Egy mezőr utol érte, teli volt neki a tára, s azt hazudta, hogy véletlen süt el a puska. Kisebbség az egész ország. Jaj, azt ezt is, de megosszák. Nyírfágon sárga rigó, él itt olá, tót és zsidó. Álmos előtt kóne és huba, egy magyar van, Zacsek Gyula! Jalos ajkú kis madárka, szállj a csurka kalapjára! Ha lemégy a falura, semmit se fogsz látni. Nem látod már a parasztot vetni, se kapálni. Gyönyörű, szép kis angyalom, ágaskodó betyjel. A Budi felé elindult a kárpótlási egyjel. Ringó vár, csengő, violán, kis angyalom. A kárpótlási sejma, abokám lett táncolom. Kárpótlási papíroddal mit érsz, csuhaj? Ha nincsen túró tejföl, tejszín és nincsen vaj, 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 vaj. Nincsen ritka búza árpa és nincsen rozsik. A TSZ elnök, agronómus és traktoros. Nincs tanító, nincs már orvos és nincsen pap. Hey! Utolsó keletet a volt pár titkára. Lemégy a falura, furcsát fogsz ma látni. Egyik hordón Tordján Józsit hallott kiabálni. A másikon Zsíros Géza, meg a Kupa Miska. Hát azt üvöltik egymásra, hogy büdös kamarista! Hogyha néger lényeg Ringó, tégy, csengőri tehenem, levágtam én. Csengő farkú, gyönyörű malacon, kiírtom én. Csengő hangú, csengeri kapasom, levágatom. Régi tyúkom, récém, lúdam, mint fel, falom, lom, lom, lom. Nincsen tényes, nincsen munkám, éhen halok. Szónokolni állnak le a hatalmasok. Ha még egyet meglátok, hát miskárolom, hey! A falut ezzel jól kárpótolom. Hey, hey! Itt az ideje, hogy bemutatkozzak. Gyerekek, én egy lecsukott rendőr vagyok, de nem hülye. Talán az egyetlen. Hát gyerekek, mit csodálkoztok, hogy ennyi mindenhez értettem. Az oka egyszerű, miért csuktak le. Fizetésem 13.600 forint bruttó, mínusz
Egy anyós, három feleség, négy gyerek. Ebből nem bírtam kijönni, úgyhogy kénytelen voltam fölrúgni a régi szabályt. Mert valamikor egy betöréshez, lopáshoz, dzsivázgáshoz mindig két ember kellett. Így van? Hát ha volt betyár, kellett pandúr. Ha volt lókötő, kellett hozzá olyan zsandár. Ha volt rendőr, kellett betörő, ma már nem kell. Egy személyben én török be, és magam tartóztatom. A mai nevem tehát Rózsa Sándor, Veszelka, Horváth Boros, Bodráska, Pintér Sándor, József Benedek, tőlünk kaptok frászt, hideget és meleget, mert sötét az utca, kihalt a város, nem tudjuk melyik miniszter sáros, sokat megvettünk, megvesztegettünk, ezért is nyugodt éjszakán. Felelős a betörő, a gyerekgyilkos, a rendőr, a senki nem felelős. Ki a felelős ezzel szemben? A társadalom. Na most aztán tessék velem mondani. Azt mondják, a csőtörésén nem vezető, nem felelős a vízvezeték szerelő. Ki a felelős? Nagyon jó, kezdünk belejönni. Aztán azt mondják, hogy a hülye gyerekért, a bőrfejűért nem felelős senki a világon, az obonő, a szülő, senki. Ki a felelős a... Na, nagyon jó, Eftárs, csak egyre jobb lesz ez, majd meglátják, addig úgysem megyünk haza, amíg hangosan nem mondják. Az ország jelenlegi helyzetén nem felelősek, az ország vezetői, ki a felelős? Na de ki az, aki nem országvezető, betörő, csőtörő és lótolva? Én vagyok. Na de ha én vagyok, akkor viszont egy szörnyű gyanúm támad, mert akkor én vagyok a társadalom. De ha én vagyok a társadalom, akkor viszont én vagyok a felelős, nekem fene a pofámat, én menjek a jóbüdös fészkes fenébe. Kizárólagos felelősségemet pusztán logikai úton állapítottam meg, ha senki nem felelős. Csak is én lehetek. Bevallom, mindent én követtem, mert én nem egy hozzá nem értő, koncepciótlan, hülye, tehetségtelen állat vagyok, hogy verjen meg engem ezért a jó Istenke mind a két darab kezében. Tetteimet azért követtem el saját magamnak, mert burzsoá kapitalista, imperialista, sovinista, klerikális és digitális befolyás alá kerül, hogy sújtson engem ezért a dolgozónép államának hatalma, ha még van neki egyáltalán ilyen. Bevallom, az elején, mikor bástya kellett volna, hogy legyek, abban a pillanatban egy nagy darab rés voltam. Kérem, én fenéke fordultam a vasút felé, én élősködtem a társadalom nyakán rajta, mert én építettem föl saját magamnak a veszteséges nehézipart, én államosítottam a bérlakásokat saját magamnak, most én lakom a bérlakásokban, nekem hullik a fejemre az a baromi nagy vakolat, én fizetem érte magamnak a lakbért, ezért akarom a bérlakásokat most újra eladni nekem. De közben nincs hol lakjak ám, ezért gyűjtök érvével rohadó romló inflációs forintokat örök lakásban, mert az állami bérlakásokban közben én lakom magamnak. Én vettem fel a hatalmas kölcsönöket, amiket most én törleszhetek az összenemérő hidakért, beázó szalámi gyárakért, rohadó kórházakért és kacsalábon forgó vadászkastélyokért. Én követtem el azt a társadalmi igazságtalanságot saját magamnak, hogy nem fizettem adót a jövedelmemből, ezért bruttósítottam magamnak a fő meg a mellékjövedelmemet, hogy én ne tudjak megélni. Az enyém az állami bérgazdálkodás és a piacgazdálkodás, így sikerült megvalósítanom az egységes teherviselés elvét, minden terhet én viselek. Az enyém az állami dotáció, mert én zabálom a sejet, a sajtot, a túrót, a tejfölt, én eszem a kenyeret, magamnak büdösítem a levegőt, a nekembe hozott Trabant Wartburgokkal, de a környezetem is én rongálom el, mert a vizet nekem bányásszak ki, alumínium alul fölül és középről nekem gyormírtanak, magamnak permetezek és saját magamnak trágyázok bele a pofámba. Bevallom. Az aranytojás tojótyúkot megtaláltam, szétszincáltam, bezabáltam és becsináltam. Miattam van ott az ország, ahol van adóssággal törlesztése, világútlevéllel, de büszkén. Felelőst akartak.
Tessék, itt vagyok. Itt állok 50 évesen kopaszon egy dobogón a Nagymező utcába, de én legalább vállalom. Mert én tudom, hogy ez egy kis ország, és nincs több, csak egy garnitúránk. Én tudom, hogy egy személyben én vagyok a forradalmár, ellenforradalmár, az ellenzék, a jóbarát. Én vagyok a Döbrögi, a Ludas Matyi, a Labanc, a Kuruc, a Kossuth Lajos, a Széchenyi, a Rákóczi Ferenc is. Én vagyok! De hülye nem vagyok, kezi csókolom. Tudják... Tudják, hogy miért vállaltam? Mert ebből nekem semmi bajom nem lehet az én bűn. Hát kérem, én egy nagyon kis ember vagyok, de rájöttem a legnagyobb igazságra. Hát mutassanak az elmúlt 50 évben egyszer egy olyan esetet, mikor valóban baja lett annak, akiről kiderült, hogy mindenért ő a felelős. Nincs ilyen, ezért vállaltam. Nem, hogy ezt vállalom, elvállalom ilyen alapon a múltat, a jelent, a jövendőt is, a mi történhet. Legfeljebb érdemeim elismerése mellett magas nyugdíjjal megyek abba a vadászházba, amiről azt se tudom, hogy hol van. Hát ez a legjobb játék, ezt játsszuk itt több mint 50 éve az egész országban, a gyerekeimet is erre fogom tanítani, olyan, mint egy nagy, barzi nagy játszótér, de boci-boci tarka. Együtt játszunk lassan 50 éve. De nem az évszámom múlik talán. Csak szégyellem nagyon, ha arra gondolok, hogy miért nem jártattam jobban a szám. Kukásvödör áll az utca sarkon, de nekem ő a pesti pálmafa. Piszok egy jó hely, én is annak tartom. A pénzed nincs, gyalog megyünk haza. E játszó téren annyi balhé történt, az 56-ot én el is hiszem. A 68-at bevalljuk majd önként, és a többi balhét veled elviszem. Itt együtt játszunk lassan 50 éve, de nem az évszámom múlik talán. Csak szégyellem nagyon, ha arra gondolok, miért nem jártattam jobban a szám. Kicsit talán miénk ez az utca, kicsit talán miénk ez a tér. Bár néhányunknak megkopott a cucca, a kopott ember már a többet ér. Hát vége pajtás, vedd fel a kabátod, de ne veszítsd el a hangulatod. És itt ma este lett egy jó barátod, s addig nincs baj, amíg elmondhatod. Hogy együtt játszunk lassan 50 éve, de nem az évszámom múlik talán. Csak szégyellem nagyon, ha arra gondolok, hogy miért nem jártottam jobban a szám. Csak szégyellem nagyon, ha arra gondolok, hogy miért nem jártottam jobban a szám. Ugye nem csodálkoznak, ha ketté vagyok szakad. Nem csodálkoznak, hogyha skizofrén vagyok. Nem csodálkoznak, hogyha hat fejem van, és itt lihegek 50 évesen a színpadon. Nagy a lihegés, egy nagy magyar generációváltás kellős közepén lihegek. Mögöttem lihegnek a 30-asok. Előttem lihegnek a 70-esek, jobbra-balra a 25-ösök, alattam meg már rég nem liheg senki. Nézem ezeket a fejeket körbe. Itt vannak ezek a fejek, hogy cserélgetik egymást. Mindegyik olyan ismerős, egyiket már láttam a nehéz iparban, most ott van az ez a divatnál. Másikat az egészségügyben, ott van a könnyűiparban. Mindegyiket ismerem, ez kinevez, az meg felment, visszajön az, aki elment, elment, felment, kiment, bement, megint drágább lett a cement.
Mindig mondják, ki kit követ, holnap kiből lesz nagykövet, mi az, amit visszaszívnak, ki az, akit visszahívnak. Azt is mondják, X-el baj van, mert a fején bőven vaj van, de addig tart a kivizsgálás, míg Kínához kerül Tajvan. Azt is mondják, hogy X elmegy, vérnyomásom ettől felmegy egyik, elmegy másik, meggyütt és a család mindig együtt. Egyik mindig rendet csinál, másik mindent visszacsinál, visszacsinál, vagy becsinál, ha lecsinálod, kicsinál. A kormánynak sok a híve, Grossnak approximatíve, Posgainak szukcesszíve, programjuknak relatíve. Beszél szűrös, beszél berec, honfitársam, ugye szeretsz? Szeretsz, berec, kerek, perec, ígérd meg, hogy el nem feledsz. Egyik drukkol a cseháknak, másik drukkol a csuháknak, csehák, csuhák, miseruhák, keményednek már a puhák. Ez látogat, az látogat, a harmadik meg tátogat, ez nem iszik, az meg iszik, ha nem bírja, hazaviszik. Másik széltől védi magát, akár pénztáros a kasszát, kasszát, masszát, antifasszát, nehogy megint széjjel roncsa. Persze tudja kelet-nyugat, teve halad, kutya ugat, nem messze van ide Arad, egy szóval a rendszer. Fölemelték az újság árát január 1-től. A lányokét már régen, valamelyikről le kell mondjak. Ez egyébként a fele újság nem is igaz, már a címük se, nem is igaz, nem, egyszerűen hazugság kell. Hát mi azt mondja, esti hírlap, mikor adják ki délután egykor, igaz? Azt mondja, hazugság, Magyarország, miről szól? Külföldi hírek, hazugság. Azt mondja, hogy HVG, az a, mi a HVG? Hogy? Heti világgazdaság, miről szól a magyar gazdaság? Hazugság, aztán ott a Népszabadság, az megjár nekem, ugye? Mennyi jó hír van benne. Most például a legújabb, hogy lehet már pornó kazettát is hozni. Na csak szocialista módon, azért nem úgy van. Hattagú család, egy pornó kazetta. Benne van a csecsemő, a nagypapa. Egy óra nézés, csönd, lefekvés, kész. De mik vannak még benne ilyenek? Most olvasom, hogy az AIDS terjedése. Hol nem terjed Európába az AIDS? Tessék, Romániában. Nem terjed az AIDS. Tudják, miért nem terjed? Én már rájöttem. Mert az AIDS a 20. század betegsége. Van benne valami, ami pedig ezt a pornóságot illeti, hát Romániában az sincs, a kis Nikolaj, a Ceausescu fia, mondja is a papák papa. Már mindenütt van már pornóság, a magyarok is kiadják. Hát nálunk miért nincs pornóság? Miért nincs, hogy nézni ki anyáddal a címlapon? Maga is vizuális, mi? Én is látom, egyik kezében a jogarra, másikban, nagyon érdekes. De a Népszabadságot meg azért szeretem, mert isteni szavak vannak, van interkontinentál, internacionalista, olyanok, amit 50 év alatt a vezetőink se tudta kimondani. Egyik jobb, mint a másik. Isteni, meg olyan, hogy ki a felelős, ez a legjobb játék. Most ez tele van az összes újság, tetszik figyelni? Tele van, Szálasi naprója, Tildi Zoltán, minden van benne. Ki a felelős azért Magyarország, hogy hármat tojott a fűriecske? Hogy Makó messze van Jeruzsálemtől. Na, játszunk egy tesztet. Ki a felelős például önök szerint Mohácsi vészért? Tessék, második Lajos, Dózsa György, na? Cselepatak a nyavaját, dehogy. Ó, a Nemeskürti Pista bácsi. Aztán ki a felelős Világosért? Ki tudja, Világosért? Kossuth, Görgei, na? Ki? Világosért? De, az elektromos művek. Nézze meg, ha egyszer kikapcsolják, olyan világos lesz, mint most világosban. Hát szóval, én meg tudom mondani, hogy ki a felelős. Azért a helyzetért, amiben most vagyunk, akarják tudni? Majd a végén egy 10-est rátetszik fizetni. Itt van. Rövid tremoló csin, a felelős. Tessék, mit szól? Nem az 50-esek nyavaját, az 50-es évek ime.
Tudják, az az igazság, hogy manapság mindent újra kell festeni, újra gondolni. Mindent a világon, a vérszerződéstől, a varsói szerződésig, az iskolában még a nemzeti dalt is másképp tanítják, mint az én. Ha nem, most komolyan mondom, hazajönnek a gyerekek, mondom, ott tanítják a nemzeti dalt. Úgy, hogy hozzá be holnap egy bármilyen tárgyat, aminek szerinted köze van a vershez. Tudják, hogy úgy növeljék a képzelő erejét. Másnap megjönnek a gyerekek, oda megy a Pistike, azt mondja, mit hoztál, kisfiam? Hát ezt a nagypapa óraláncát. Hát, mi köze van az óraláncnak a nemzeti dalhoz? Ha benne van a versben, hogy fényesebb a láncnál a kar, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot a csönneláz is. Jó, rendben van, maradsz. Okoz. Hát te, Juliskám, te mit hoztál? Hát én hoztam a nagymama keresztjét. Mi köze van a keresztnek a verset? Hát benne van a versben, hogy hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, áldó. Jó, rendben van. Na te, Józsika, te mit hoztál? Józsika, a hülye gyerek, azért hagytam a végére. Hogy örül neki? Jó van, na Józsika, te mit hoztál? Szóval a két fényképet. És kitábrázol a két fénykép, fiam? Hát a Kupa elvtársat, meg a Megyesi elvtársat, a Magyar Adó föltalálói. Édes egy Józsikám, hülye gyerek. Mi köze van Kupa és Megyesi elvtársnak a nemzeti dalhoz? Azt nem tudom, de a papa reggel rájuk néz, azt mondja, se onnai bitang ember, ki most, ha kell, ha? Én nem tudom, hogy mindent újra gondolom. Én, mint kis úttörő, azt tanultam, hogy a szocializmustól idegen a tőke, a profit, az extra profit, a kizsákmányolás, meg a szelvényvagdosás. És van egy nagybátyám, nyugdíjas, megkapja harmadikán a nyugdíj szelvényét, úgy vagdossa a főtösz, hogy öröm, nézd! Szovjetunióban is mindent újra gondolnak, állítólag a szovjet vezetőség összeszedte az ötes újra gondolni való paksamétát, és elmint Lenin elvtárs dolgozószobájába, odaállt a kis szobor elé, és azt mondta, Lenin elvtárs, mindig te szoktál segíteni, segíts nekünk, itt hagyjuk a paksamétát, reggel jövünk a válaszért. Másnap visszamentek, eltűnt a szobor. A helyén ott volt egy kis cedli, elvtársak, igazuk van, mindent újra kell gondolni, mindent előről kell kezdeni. Én például visszamentem Svájcba. Na de hát vegyük a vérszerződést, hát a őseink ismerik ezt a társalgási törvényt, akkor hát azt, hát annyi társalogtunk róla, akkor nem is ők vérszerződést kötnek, hanem vegyes vállalatot, csak a nyugati tőkést ott vágják meg rögtön az elején. Vagy a varsói szerződés. Hát nincs már tabu téma, én hallottam, Grósz elvtárs, mikor ment Amerikába, tesszenek emlékezni rá. Tudja, mikor Grósz, amikor csináltatta a melyiket? Fényes smokingot, abban ment Amerikába, Grósz. Fényes smokingot csináltatott, igaza volt, hogy abban ment. Ezzel is bizonyította, magyar embernek nem kell mindig rongyosan kódulni. Visszajött, engem itt kérdezgettek, hogy Sasu, azt mondja már nekem, hát már kétszer körbe utazta a Grósz elvtárs a földet. Kitől kér most már ezentúl kölcsön? Hát én nem tudom, kérem. Tudok egy történetet, benne van a válasz, mikor a fiatalember elmegy gyónni faluhelyen, és azt mondja, hogy vétkeztem, szent atya. Hát mi volt a bűnöd? Hát ugye paráználkodtam. Na, kivel, fiam? Hát nem mondhatom el egy lányjal. Az még nem bűn, majd segíte. Ki volt az illető? A Bögyös Mari az OTP-ben? Nem, atyám, na várjál csak. Jó, felekű Gizi az ABC-ben? Nem, atyám, na várjál csak. A tanácselnök Hoga Julis, azzal esett meg a dolog? Nem, atyám. Hát akkor minek jöttél? Hát, csak a címekért. Én tudok címeket. Gyere be, Miki Egér! Itt az egyik cím. Tőle kell kérni, nézzék meg. Szóval a Grósz elvtárs vagy tudja a címeket, vagy menjen gyóni. Illetve azt akarunk, ha jövőre ő kölcsön ad, annyi Miki Egér szaladgál Pesten. De mindent újra kell gondolni. Hát a KGST-t is át kell alakítani. Tudják, mit kell vele csinálni? Egy jó kis betéti társulást. Azt hát én beteszek nekik, ők betesznek nekik. Én beteszek, egymásnak beteszek. Már régen azt csak úgy hívjuk, hogy Baráti. Tudják, mikor volt baráti a KGST? Ott, az 50-es években. Akkor az volt. Akkor megkérdezték a Záhonyi vasutastól, hogy Józsikám, mondja maga, itt áll egy éve. Itt, fiam. Mi ment ki Magyarországgal a Szovjetunió fele az elmúlt egy esztendőbe? Hát azt mondja, sorolom, 100 vagon fa, 100 vagon szén, 100 vagon kőszén, 100 vagon bauxit, 100 vagon alumínium, 100 vagon, 100 vagon, 100... Jó van, és mi jött be?
A Mojszev együttes. Ma már ez nem így van, ne nincs ilyen, csak barátsági nincs. Ha a Szovjetunió ma nem küld megfelelő mennyiségű ladaszamarát, akkor mi nem küld, tudja, a recsenős ajúd? Mi nem küldünk neki kokomlistán lévő csempészet számítógépeket. Ha a Szovjetunió nem küld megfelelő mennyiségű papírost, akkor kitörölhetetlen lesz a barátságunk. Mindent újra kell gondolni, hát mi úttörő azt hallottam én magukkal együtt, hogy ha betesz ide a nyugati tőke a lábát, fel is zabálja a szocializmus, meg bezabál. Most meg azt hallom, hogy tőkés megvehet iparágakat is. Gondolják, a lelki szemeimmel látom, mint egy nyugati tőkés megveszi a magyar kohászatot, ha nem normális. De mondjuk hülye és megveszi, rendben van. Hát ettől még a szocialista alapok nem változnak. Legfeljebb a Lenin kohászati műveket majd úgy hívjuk, hogy Lenin és társa korlátott felelősségű. Hát miért? De ha sikerül szerezni vatikáni valutát, az mi? Hát mit gondolok, mire megy ki a dolog? Hát a paskai bíboros elvtárs miért hívja be a pápát? Rosszul mondtam, hogy elvtárs a paskai bíboros. Hát mondom, hogy ideológiailag megzavarodtam. Hát néztem, augusztus 20-a Szent István elvtárs ünnepi. Látták maguk is a teleát? Meg vagyok zavarodva, ott állt a sok ateista pártvezető. Én nem is tudtam, hogy ennyi szent fazék van a párt. Látták? Hát a szent jobbtól a bal fácánig mindegy. Hát komolyan, azért mondom, hogyha sikerül szerezni vatikáni valutát, akkor még egyszerűbb, mert akkor persze. Lenin kohászati műveket majd elnevezzük Lenin fohászati műveket. Ha csődbe megy vatikáni valutába lehet visszafizetni, az Isten fizesse meg mindent. Mindent, ha már a párt. Tessék, párt, nincs tabu téma. Én azt figyelem. Mondjam? Mondhat, hogy mondjam, jó. Maga mondta, én csak mondom. A párt át akar alakulni. Csendes társaság. Hát látom, így figyelem. Hát minden nap figyel, egyre jobban. Hát én, mint úttörő, mit hallottam például a cserkész mozgalomról? Hogy egy angol nacionalista ifjúsági szövetség most meg már van. Rendben, jó, biztos, hasznos, okos dolog, csak magyarázza el a párt, hogy mi az igazság. Aztán például a nyilas párt jelvényéről pedig úgy tanultam, hogy a fasiszta hitleri Németország magyarországi változata. A sárga csillagról meg azt tanultam, hogy az emberi faj meggyalázásának bélyeg. Azt most meg ugye, hogy? Hogy ezek nincsenek? Kicsit előre szaladtam. De már van helyette bőrfejünk, meg cigánymentese vezet. Haladunk, csendes társaság, de higgyék el, én azt mondom maguknak, újra kell gondolni a szocializmus, de a legjobban azt kell újra gondolni, hogy mit érdemes újra gondolni, és mit kell elfelejteni. Úgy vagyok én a szocializmussal, mint az egyszerű ember, aki telefonál a rendőrségnek, hogy halló, rendőrség! Mi vagyunk? Kérem, én jelentettem be tegnap, hogy elveszett az anyósom. Ne keressék! Szóval mi, megvan? Nem, aludtam rá egyet. Hogyha ír vagy, kisanyám, írjon a falunkról, írjon néhány kedves szót a közbiztonságunkról, arról, hogy élem még az öreg cigány, azt verik-e a falóba, mint régen, de addig írjon idősödnek, amíg magát nem vágják jó kérdésre. Édesanyja, szomorú válasz a fiám. Ne tegyél a mérges fiam, senkinek se másnak. Bőrfejük a falu végén, már lövész árkot áll. Tudja meg a boros belügyminiszt, hogy a kicsi falunk nagyon randa hely lett. Egy itt lakó arab diák, három kecskét. Nagyon tusul ejtett. Disco!
kerekes kút van az udvarunkba. Szippantos dolgozik épp a szomszédunkba. Se a strandom fogja este leengedni, de nehezen fogom hónap úszva kerülgetni. Kellered a legnagyobb magyar atomkutató dal. Ennek a szép barna lánynak Pakson van a háza. Sugár fertőzött a kút az udvarába. Sugár fertőzött és halálos a csókja. Azt hiszem a lába között van az izotópia. Évet foglalok össze egy dalba. Ezt a kormány ellenzék senki nem tudja. Figyelj meg, egy pár se, senki. Kongya, csurka, burka, egy se tudja, gyerekek. Ezt komolyan mondom nektek, ez ha minden igaz, a Tamás Gáspár Miklós se tud ilyet énekelni. Ezt figyelj. Fillenini út. Hát végig mentünk rajtad én. Eszembe jut. Sok régi szép emlék. Nyár este, gépisztoly szólt a fán, s ott szónokolt kopasz Rákosi jó atyám. A jó atyám, hogy 40 ezer úttörőnek volt az atya, nem volt magtalan az biztos. Kopasz, kopasz, hát az volt a vele mondás, hogy nincs többet kopasz fej, csak segígérő homlok. Megszólított. De jó, hogy épp hall látlak itt. Kerőelvtárs, tudod-e, hol lakik? He? Ott arra fönn, a rózsadombokon, ahol madár helyett őrül a lombokon. Egy ablaknál farkas Misi úgy mosolygott, hogy lábamon folyt a pikon le a víz. Lenini úr, tudom, hogy tévedés volt, nem vitás. Csak az a baj, hogy most mindenért te meg én vagyok a hibád. Fáradjon közelebb. Igen, fáradt vagyok. Őt ki fogom hallgatni? Hallgatni fog, mint a sí. Maga beszél és én hallgatok. Ja, úgyis. Önt a Zétényi féle törvényjavaslat alapján háborús bűnösként fogom kihallgatni. Az a megtiszteltetés érte, hogy ön lesz az első próba per vádlottja. Mondhatom, kikérem magamnak ezt a megtiszteltetést. Velem csinálnak ilyet, velem? Aki annak idején a térdén lovagoltattam a horvát Baláskát. Ez most nem számít. De számít, mert bepisít mindig itt. Mondom, hogy nem számít. Jó. Mit csinált 1951. március 8-án? Március 8-at tetszett mondani. 8-at. Nőnap volt, akkor hóvirágot vittem a feleségemnek el. Honnan emlékszik ilyen pontosan? Minden nőnapot hóvirágot viszek, az a legolcsóbb. Mit csinált aznap éjjel 10 óra 25 és 10 óra 30 között? 30-at tettem? 30-at. Akkor horkoltam. Honnan tudja? Nejem szerint mindig horkolok, 30-kor és 35-kor is. Ön ellen az a vád, hogy háborús bűnösként halált okozó súlyos testi sértést követett el. Sertésekre sose lövettem, kikérem magamnak. Sertéseket meg a disznókat nagyon szeretem, kikérem magamnak. Sértést? És nem sertést. Követett és nem lövetett. Mondja maga süket. Hogy tetszik? Mondom süket. 86 éves múltam, csoda. Hát ha maga annyi idős lesz, hogy a szemét elnézem, már látni se fog már. Szóval követett vagy nem követett? Követtek a horti pribékek engemet. Követtek, kérem. De nem baj Zimányi úttól, hogyha meghal Isten nyugdossa. Halóparaiban gyönyörű szép nyugdíjemelést kaptam, az Isten éltesse sokat. Most másról van szó. Amiről akkor. 1951-ben ön padlás söprés közben halált okozó súlyos testi sértést követett el egy bizonyos Kodelkán.
Mit csináltam? A micsodának? A micsodájának? A micsodájával? Lelökte Kodelkát a padlásról, mire a szörnyet halt. Azt a rohadt kulákot? Ugye, hogy emlékszik? Hogy az Istenben emlékeznék a Kodelkára, mikor annak idején a Margit körült a nő verte a talpamat dagatra. Illetve nem Margit, rosszul mondom, bocsánat, Mártir a kutya, jó mondom? Mártir, nem. Most megint Margit körült volt, Mártir. A Mártir Margit körülton verte. Ezért lökte le a padlásról, de hát haragudott rá. Én a fene haragudott. Hát jó ember nekem az a Kodelka. A kulák? Hát persze. Aki verte a maga talpát a mártírok útján? Csak Margit körül, csak. Jó. A Margit körúton az jó embere volt magának? Kitűnő, jó embere, isteni embere volt. Hát ő bújtatott engem. Mint ellenállott 44-ben? Nem, mint házasságtörőt 49-ben. Az úgy volt, kegy, szabad elmondani, tessék, hogy éppen fönt voltunk a padláson a Mariskával, aztán szerelmeskedtünk, tudja. Nem tudom maga, hogy szokta csinálni a vezérőnagyú, de nálunk úgy volt, Mariska alul volt, én meg fölül szerencsére. Jó volt, nem mondom, de megjött a dúvat férje a vasvillával, az elkezdett bökötni tiszta erőből, de mint mondtam, szerencsére Mariskát bököttem, mert ő volt alul. Na mondom. Akkor megjött a Kodelka, és akkor a dúvat férj elől a Kodelka elbújtatott a saját padlásán. Igen, amit maga úgy hálált meg, hogy lesöpörte a padlását. Söpört a rosszabb, nálam cincognak az egerek, én még az életben nem söpörtem, ahol kosz van, nézze meg. De az tény, hogy Kodelka kiesett a padlásról és szörnyet halt. Ki mondta ezt a marhaságot magának? A Kodelka fia. Az, aki a főutcán verte az én talpamat keresztbe? Nem, hanem az idősebbik. Akinek én vertem a talpamat, tudom már. Sose felejtem el, 38-as lába jött, de 52-esem, mert addig utolom. Most arról beszéljem, miért lökte le Kodelkát a padlásról? Lökte a nyavaja magától, kiugrottam. De miért? Együtt voltunk szovjet fogságba, tetszik érdekli magától? Hát természetesen. Na, szovjet fogságba kaptunk egy törnyös kiképzést. És? De, és akkor hazajöttünk, a Kodelka nem hagyta abba. Ugrált, pincéből, padlásról folyton ugrált, de sose nyílt ki az ernyője. Miért? Szovjet ernyő volt. Tehát nem maga lökte ki? Lökte a nyavaja, inkább őt kéne felelősségre vonni most. Mert dicső pártunkból ő záratott ki, mikor 68-ban elleneztem a csehszlovákiai bevonulást. Igen. 68-ban? 68. Hát 51-ben nem halt meg? Halálra röhögtet engem. Hogy hat volna meg, mikor tavaly együtt löktük le a pufajkás emlékművet? Amit együtt is építettünk. Várjon. Kodelka nem halt meg. Nem halt. Akkor ki jelentette fel magát az Étényi titkárságot? Hát a Mariska. Hát a Mariska mindenkit feljelentett a faluba, aki nem tudott vele egyéje ötsző halni. Hát a fél falu négynél abba hagyta, fel volt mind jelentve. Én háromnál, mert mindig gyengben ember voltam, a falábú Jankó az bírta. A nyolcig el sem ment, azt nem jelentette. De mondok egy furcsát magának. Hallott maga Rajkperről? Természetesen. Hát a Mariska volt a Rajkperben a koronatanú. Magát már korábban is feljelentette? Folyamatosan. Ez az ország olyan, hogy vagy engem jelentenek fő, vagy én jelentek fő voltam. Egyszer följelentettek azért, a Mincenti urat mi szabadítottuk ki súlyos rabságába. És ezért elítélték magukat? Ezt rendbe hoztuk, mert aztán Nagy Imre bácsit is mi csaltuk haza, hogy tisztességesen el lehessen temetni később. Tehát folyamatosan mindent mi csináltunk. Ebben az országban mindent mi csináltunk. Hát ott álltunk akkor, amikor 50 után reformot csináltunk. Ott voltunk a 68-as reformnál. Aztán rendbe hoztuk a békés, demokratikus, diktatórikus átmenetet. Aztán most is ott voltunk az összes tüntetésen, jobbról is, balról is, Kodelka mellett. Kodelka is ott volt? Hát na, nem, majd a padláson volt. És maguk mégis esküt ellenségei egymásnak. Bele tudnám folytani egy kanás vécsebbe. Hát az ÖKFT-je mindig elhalásza a legzsírosabb üzleteket az én KFT-m elől. Miért? Mivel foglalkoznak? Padlássöprője és lomtalanító KFT-je. Láttál mindent. Tanultál, okosodtál, ha jó viselkedtél, most elviszlek valahova. Látod? Ez itt ugyanolyan, mint az állatkert. Csak
Ennek az a neve, hogy emberkert, mert itt az emberek vannak belül, látod? Szépek, aranyosak, kedvesek, tapsolnak, mosolyognak, szőrösek, kedvesek. Ne dob neki perecet, nem kell nekik a te perecet. Az ember nem eszi meg a te perecet, az ember olyan, hogy ők egymást etetik. Na nem mindegyik. Némelyik napjában hatszor eszik, némelyik meg éhen hal. Az ember olyan, na most éppen maradj itt, figyelj, okulj, tanulj. Nézd, mutatok néhány ember típust. Látod ott azt? Nézd oda, hogy rángatózik a szeme, ideges. Hát ő idomítja az emberkölyköket, tudod? Az a neve, hogy homopedagógus. Kevés a pedagógus fizetés, így aztán tudod, azért bütykös a térdje, mert munkaidő után meg elmegy egy TSZ-be gyomlálni. Nézd azt a kétfenekű gyogyókát! Azért kétfenekű, mert az egyik fenekén ül, a másik a gondolkodik, de olyan, mintha ugyanaz lenne mind a kettő. Makacsfajta, ennek hiába mondják, hogy ne legyen részeg, ne dohányozzon, ne fürödjön a mérgezett omszkító vizébe, eszik-iszik, zabál, ki fog pusztulni egész. Nézd azt a szomorú emberpárt. Látod? Azoknak meg nincs kölkük. Nehezen szaporodnak. Úgy hívják őket, hogy homo albérletikus. Nézd, az asszon meg még sír. Há, oda nézd azt a félig pucér kifestett nénit. Nézd, így csücsem, jó csücsem. Azt ne nézd, fordítsd el a fejed. Nem szabad nézni. Erre mondják, hogy az ember eleve neked szűd, az ilyet megbánja. Ezt tudod, kecses, mint egy lepke, de hülye, mint egy ülepke. Ne, mondtam már, ne dob perecet, nem kell neki perec. Hogy miért? Azért? Nem tudod, mert te benyújtanád a pereces kezed, de mindjárt leharapják. Jó van, kedvesek, aranyosak, mosolyognak, tapsolnak, de csak emberek. Tudod, fiam, az ember az a földkerekség büszkesége. Úgy hívják őket másképpen, hogy homo sapiens gondolkodó lénye. Most is gondolkodnak, kísérleteznek. A földkerekség összes pukkantását egybe akarják rakni, és ha egy sikerül, akkor a pukkantás lesz, hogy utána már nem lesz többet. Földgolyó nem lesz, elefánt, zsiráf, giliszta, velőscsont nem lesz, szerelem nem lesz, színház nem lesz semmi. Hiába harapod meg őket. Az nem segít. Miért? Mert ő az ember. Hogy mi csinálhatunk? Mi csak ugathatunk. Az, kisfiam. Az. Ez kutyavilág. Ez a világ, így, ahogy látod, ezt mi készen kaptuk így, tudod, ez van. Fiam, ez a földgolyó, itt élt már nagyanyád, és a dédanyád is fújta ezt a dalt. Van itt a földön, nekünk is eleség, fúj a szél, van víz és csont is jut elég. Ezt én így hagyom te rád, te is így add majd tovább, ez a dal legyen a kutya örökség. Miénk a föld, miénk az ég, miénk a hold az égen minden éjszaka. A hold a nyár, ragyog le rád. Miénk az égnek minden fényes csillaga. Hát ez a világ, ezt én így hagyom te rád, te a kölkeidnek így ad majd tovább. De vigyázz jól, kis kutyám, új rövidebb földi út. Ne játssz az emberrel csillagháborút. Miénk a föld, miénk az ég, miénk a hold az égen minden éjszaka. A hold a nyár.
Köszönöm nektek, szeretteim fönt az égben, Bruttó Mihály és József angyalok. Köszönöm nektek, amit velem tettetek 52 évi munkám után, fölemeltétek 9767 forintos fizetésemet 10327 forint és 40 fillér. Mihály és József angyalok, drága szeretteim fönn a mennyben, bruttó 600 forint. 600 forint. Istenem, mire költhetem ezt a 600 forintot? Ha belegondolok, gyönyörű szép tőletek, Mihály és József angyalok, nem is tudom, hogy köszönjem meg nektek, ha akarok, a 600 forintból vehetek annyi füstölt húst, hogyha kockára vágom őket, akkor minden napra a nyelvem alá tudok tenni egy kis belőle. Mihály, József angyalok, ha menjek be, de ha nem, azt mondjátok, hogy sok egy nyugdíjas belébe, annyi lógégét tudok venni belőle, amiből, ha levest főzök, minden nap egy egész tányérral meg tudok enni be. Utálom a lógégét és hányok tőle, de nem baj. Drága József és Mihály angyalok fönn a menjek be, akiket úgy szeretek, egy dologról megfeledkeztetek. Hogy aznap, mikor fölemeltétek a nyugdíjamat 600 forinttal, ugyanaznap fölemeltétek a vízdíj, az áramdíj, a gázdíj, a készeléti díj, a kenyér, a cukor, a só, nem is azt sorolom, hogy mit emeltetek, hanem hogy mit nem emeltetek. Aznap nem emelték a zongora láb alátét díjat. Köszönöm nektek a mennyekbe, Mihály és József angyalok, egy csodát. De most nem maradt nekem nyugdíj emelésként csak 17 forint és 60 fillér egy hónapban. Adjatok tanácsot, mit vegyek belőle? Mert annyi füstöltet tudok venni, hogyha összegyúrom kenyérrel egy galacsinnál, és minden nap 2 percre a nyelvem alá veszem, minden nap érzem a füstölt hús ízét. Mihály és József angyalok, de ha azt mondjátok, hogy ez sok, tudok venni annyi lógégét, hogyha levest főzök belőle, minden reggelre egy egész kis kanállal megihatok belőle. Mihály és József angyalok, menjek be. Inkább tegyetek egy csodát velem. Tegyetek egy olyan csodát, amit ha megtesztek, minden magyar nyugdíjas imába foglalja a neveteket. Változtassatok engem át. Mihály és József angyalok, változtassatok engem Viszkász macskával.